Július 1. Hármas szövetség a lelkismereti jogok ellen. Láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Jelenések 16. 13-14-ig A rendelettel, amely Isten törvényét megsértve, a pápaság által létesített intézményt kényszeríti az emberekre, nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettektől amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, amikor a hármas szövetség nyomása alatt országunk eltiporja az alkotmány minden elvét, s amikor helyet adnak a pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor megtudjuk, hogy elérkezett sátán csodatevéseinek ideje, és elközelgett a vég. E két nagy tévedéssel a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével csalja csapdába sátán az embereket. Míg az előbbi a spiritizmus elképzeléseivel, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. Az Egyesült Államok protestánsai elsőként lépik át a szakadékot, hogy kezet fogjanak a spiritizmussal és a római hatalommal is. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában. Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség formális megnyilvánulásait a valódi isteni erő nélkül. És ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millenium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják. Amikor nemzetünk elárulja a kormányzati alapelveit, mert elfogadja a vasárnap törvényét, akkor a protestantizmus kezet fog a pápasággal. Nem lesz ez más, mint új élet lehelése abba az önkény uralomba, amely régóta mohon leszi az alkalmat, hogy leigázza Jézus Krisztus követőit. Július 2. Az Úr lesz népének védelmezője és imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhat ő vele. Jelenések 13.4 Két szarva volt, mint a bárányé, és úgy beszélt, mint a sárkány. Bár Isten báránya követőinek vallják magukat, ezeket az embereket egyre inkább a sárkány lelke itatja át. Szelideknek és alázatosaknak akarnak látszani, de sátán lelkületével beszélnek és törvénykeznek, s cselekedeteikkel megmutatják, hogy éppen annak ellenzői, aminek vallják magukat. Ez a bárányhoz hasonlító hatalom egyesül a sárkányjal. Háborút szervez azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiké Jézus Krisztus tétele. Sátán katolikusokkal és protestánsokkal működik együtt, e világ isteneként diktál embereknek, mintha országa alatvalói lennének. Úgy bánik velük, és úgy irányítja őket, ahogy nekik tetszik. Ha valaki nem akarja lábbal tiporni Isten parancsolatait, a sárkány lelkülete megnyilvánul, és az ilyen embert börtönbe vetik, zsinatok elé hurcolják, és büntetéssel sújtják. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy a jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megülessenek. Sátán tehát Jahve jogait bitorolja, a bűnembere beül Isten templomába, Istennek hirdetve magát, és Isten helyet cselekedve. Éles ellentét van az Isten pecsétjét viselők, és azok között, akik imádják a fenevadat és képmását. Az Úr hűséges szolgái a legkeserűbb üldöztetés szenvedik el a hamis tanítóktól, akik nem hallgatnak Isten igére, hanem inkább botrányköveket állítanak az Úr követőinek útjába. De Isten népének nem szabad félnie. Sátán nem lépheti túl korlátait. Az Úr lesz népének védelmezője, s ő úgy tekint a szolgáit ért sérelemre, amit az igazságért szenvedtek el, mintha ez vele történt volna. Amikor az emberek meghozzák a végső döntést, amikor mindenki állást foglal, vagy Krisztus is parancsolatai mellett, vagy a nagy hitehagyó oldalán, Isten felkél, hatalma megmutatkozik, és örökre elhallgat azok szája, akik káromlóan léptek fel ellene. Minden szembeszegülő hatalom megkapja majd büntetését. Július 3. Az igazság elfertítése Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Máté 24-23 a hitehagyás végső fejleményeinek kibontakozása előtt bekövetkezik a hit zűrzavara. Nem lesznek tiszta és határozott elgondolások Isten titkára vonatkozóan. Az egyik igazságot a másik után ferdítik el. Miután az igazság bizonyságul hirdethetett minden nemzetnek, a gonoszság minden elképzelhető ereje működésbe lép. Megzavarja a gondolkodást sok hanggal harsogva. Itt a Krisztus, ott a Krisztus. Ez az igazság. Üzenetem van Istentől. Nagy világossággal küldött engem. Eltávolítják a tájékozódási pontokat, és megkísérlik ledönteni hitünk oszlopait. Még határozottabb erőfeszítés történik majd a hamis nyugalomnak felmagasztalására, és hogy magát, Istent is megvessék, annak a napnak az elvetésével, amelyet ő megáldott és megszentelt. A hamis nyugalomnapot pedig elnyomó törvényjel fogják az emberekre kényszeríteni. Mindenféle csalások tanúi lehetünk a jövőben, de mi szilárd alapokra akarunk helyezkedni. Abból, amit az Úr megalapozott, egy gombos sem vehetünk el. Az ellenség hamis tanukat szeretne behozni, például azt, hogy a szentély nem is létezik. Ez éppen az a hittétel, amely miatt eltávolodnak a hittől. Olyan hamis álmok és látomások tanúi leszünk, amelyekben lesz némi igazság, mégis eltávolítanak az eredeti hittől. Az Úr adott az embernek egy elvet, amely által ellenőrizheti ezeket, a törvényre és bizonyságtételre hallgassatok. Ha nem eként szólnak, akkor nincs bennük világosság. És a jás az angol fordítás szerint. Amint közeledünk a végidejéhez, a hamisság úgy összevegyül az igazsággal, hogy csak azok lesznek képesek megkülönböztetni az igazat a tévedéstől, akik a Szentlélek vezetése alatt állnak. Mindent meg kell tennünk, hogy megtartsuk az Úr útját. Semmi esetre sem szabad elfordulnunk vezetésétől, hogy emberekbe vessük bizalmunkat. Az Úr angyalai megbízást kaptak, hogy szigorúan őrködjenek azok felett, akik bíznak Istenben, és ezek az angyalok mindig a segítségünkre lesznek, amikor szükségünk van rájuk. Minden nap az Úrhoz kell járulnunk a hit teljes bizonyságával, és tőle kell bölcsességet kérnünk. Azok, akiket az Úr szava vezérel, teljes bizonyossággal különbséget tesznek igazság és hamisság, bűn és igaz élet között. Július 4. Az Egyesült Államok a Jövendülésben. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Jelenések 13-11. Csak egyetlen nemzet felel meg a profícia meghatározásainak. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak. Itt láthatjuk saját nemzetünk keletkezését és növekedését. A bárányszarvak, az ártatlanság és a szelítség jelképei jól ábrázolják kormányzatunk alapelvét, amely a republikanizmusban és a protestantizmusban kifejezésre jut. Az úr többet tett az Egyesült Államokért, mint bármely más országért. Menedékhelyről gondoskodott népe számára, ahol a lelkiismeret késztetései szerint imádhatják őt. A kereszténység itt a maga tisztaságában fejlődhetett. Az Isten és ember közötti egyetlen közben járó életadó igéjét szabadon tanították. Isten azt tervezte, hogy ez az ország maradjon mindig szabad minden nép számára, ahol szabadon imádhatják őt. Azt tervezte, hogy polgári intézményei is a szabadságot képviseljék. De az Isten igazság ellenségének is megvoltak a maga elképzelései ezzel az országgal kapcsolatban. Különféle vállalkozások kezdeményezésével elfeledteti az emberekkel, hogy van Isten – a világiasság és kapzsiság, amely bálványimádás, eluralkodik az ős csaló tevékenysége által, míg végül Isten törvényét, annak minden céljával és következményével együtt érvénytelenítik. Isten megmutatta nekem, hogy sátán észrevétlenül megelőz bennünket, s érvényteleníti Isten törvényét. Amerikában, a szabadság országában, amelyre büszkék voltunk, megszűnik a vallásszabadság. Amikor nemzetünk törvényhozó testületein keresztül sátán törvényeket léptet életbe, hogy megvakítsa, elfolytsa az emberek lelkismeretét vallásos kiváltságaikra vonatkozóan, erőlteti a vasárnap ünneplést, és elnyomó hatalmat működtet azok ellen, akik megtartják a hetedik napi szombatot, akkor Isten törvényét minden szándékával és céljával Érvénytelenítik országunkban, és a nemzeti hitehagyást nemzeti romlás követi. Július 5. Krisztus, ami menedékünk. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Máté 10:22. Semmi szükség arra gondolnunk, hogy nem tudjuk majd elviselni az üldöztetést. És rettenetes időket fogunk átélni. A protestánsok üldözései a római egyház által, amelyek során Jézus Krisztus vallása szinte teljesen megsemmisült, összesen hasonlíthatók azzal, amikor a protestantizmus és a pápaság egyesül. Isten parancsolatokat megtartó népe igen szorongattatott helyzetbe kerül majd. De akik világosságban jártak, és szétárasztották a világosságot, látni fogják, hogy Isten közbelép az érdekükben. Amikor minden fenyegetőnek látszik, akkor az Úr kinyilvánítja hatalmát hűségesei érdekében. Amikor a nemzet, amelyért Isten olyan csodálatos módon munkálkodott, és amely felett kiterjesztette minden ható hatalmának pajzsát, elhagyja a protestáns elveket, és törvényhozása támogatást nyújt a római egyháznak a vallásszabadság korlátozásában, akkor Isten saját hatalmával munkálkodik igaz népéért. Róma gyakorolja majd zsarnoki hatalmát, de Krisztus a mi menedékünk amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai tantételeikben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor a protestáns Amerika már megformálta a római hierarchia hasonmását, és ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. A Szentírás tanítása szerint a pápaság visszanyeri elveszített hatalmát, és az üldözés tüze fellángol az úgynevezett protestáns világ köpönyek forgató eredményei nyomán. Ebben a veszedelmes időben egyedül Isten igazsága és ereje birtokában állhatunk meg. Ne csüggesszen el az, hogy veszélybe és szorongatott helyzetbe kerülünk majd hanem ennek tudata inkább elevenítse meg Isten népének erejét és reménységét, hiszen a veszedelem ideje az, amikor Isten kézzelfoghatóbban kinyilvánítja hatalmát. Július 6. Krisztusért szenvedve De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Második Timóteus 3. 12 amint Krisztus gyűlölték ok nélkül, úgy gyűlölik majd népét is, mert az ő követői engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Jézus Krisztus tiszta, szent és romlatlan volt, csak jót tett világunkban. Mégis úgy bántak vele, mint megrögzött bűnözővel, és halára kárhoztatták. Tanítványainak is hasonló bánásmódra kell számítaniuk, s bár csak hiba és folt nélküli lenne az ő életük is. A gonoszság korlátozásának érdekében hozott emberi rendelkezéseket és törvényeket, amelyek valójában sátán sugallatára születtek, felmagasztalják majd, miközben Isten szent parancsolatait megvetik és lábbal tiporják. Aki Isten törvényének engedelmeskedve kinyilvánítja hűségét, fel kell készülnie arra, hogy letartóztatják és törvényszékek elé viszik, amelyek nem állnak Isten magasrendű és szent törvényének alapzatán. Akik a föld történelmének utolsó napjaiban élnek, megtudják majd, mit jelent üldözöttnek lenni az igazságért. A bíróságokon igazságtalanság uralkodik. A bírák nem hallgatnak azok érveléseire, akik hűségesek Isten parancsolatai iránt, mert tudják, hogy a negyedik parancsolat mellett felhozott érvek cáfolhatatlanok. Azt mondják majd, van egy törvényünk, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia. Isten törvénye semmit sem jelent nekik. Akik az emberi törvényt tisztelik, Kedvező elbírálásban részesülnek, de semmi jó indulatra nem számíthatnak azok, akik nem hajtanak térdet a bálvány a hamis nyugalomnap előtt. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A két színű hitvallót sem lehet most megkülönböztetni az igazi kereszténytől. De közel az idő, amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vagbuzgóság és a vallási türelmetlenség, ha megkezdődik az üldözés, a langyosak és a képmutatók meginognak, s feladják hitüket de az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt. Július 7. Hite hagyottak és hűségesek. Akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást és gyűlölik egymást. Máté 24.10 amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitettettek a harmadik angyal üzenete mellett, de nem engedelmeskedtek az igazságnak, és ezért nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, azonosulnak szellemével, és szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell megvédeniük hitüket, ezek a hitehagyók sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük hangolják a hatalmasságokat. Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő olyan hitet igényel, amely nem ingadozik. Isten gyermekeinek meg kell mutatniuk, hogy egyedül őt imádják, és semmilyen áron, még az életük árán sem lehet rábírni őket, hogy akár a legkisebb engedményt tegyék a hamis vallásosság javára. Ekkor az arany külön válik a salaktól. Világosan meg lehet majd különböztetni az igazi kegyességet annak látszatától és hamisítványától. Sok csillag, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben akik magukra vették a templom ékességét, de nem öltötték fel Krisztus igazságát, azok mezitelenségük rúdságában jelennek majd meg. A föld lakói között szétszórtam minden országban, ott vannak azok, akik nem hajtottak térdet a baál előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek a hűségesek akkor fognak felragyogni, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka népeket. A legsötétebb hitehagyás órájában, amikor sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi azért, hogy halálbüntetés terhe mellett mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal felvétesse a hamis nyugalomnap hűségjelét akkor a Krisztushoz hűségesek, fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei fénylenek, mint csillagok-e világon. Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek. Július 9. Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Máté 10.36 Amikor Isten törvényét érvénytelenítik, és az egyházat ádáz üldözések rostálják meg, sokan lesznek, akikről azt feltételezték, hogy igazi keresztények, de ámító lelkekre figyelnek, és elárulják szent megbizatásukat. Ők lesznek Krisztus követőinek legádázabb üldözői. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Cselekedetek 20 30. Sokan pedig hitető lelkekre figyelmeznek majd. 1. Timóteus 4. 1. Akik hidehagyókká válnak a megpróbáltatás idején, saját biztonságuk érdekében hamisan tanúskodnak és elárulják hittestvéreiket. Elmondják, hol rejtőzködnek Krisztus követői: farkasokat küldve a nyomukba. Krisztus figyelmeztetett bennünket erre, hogy ne lepődjünk meg a barátok és rokonok kegyetlen, természetellenes eljárásán. Rájövünk majd, hogy Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk. Hűtlennek bizonyulnak a barátok, és elárulnak bennünket. Az ellenség által megcsalt rokonok azt gondolják, Isten szolgálják azzal, ha szembefordulnak velünk. Mindent megtesznek azért, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk, és megtagadjuk hitünket. Te kezünket Krisztus kezére bízhatjuk a sötétség és veszedelem közepette. Krisztus követőinek számítaniuk kell arra, hogy gúnyosan megmosolyogják és szidalmazzák őket. Szavaikat és hitüket helytelenül értelmezik. A hidegséget és megvetést talán nehezebb elviselni, mint a vértanúságot. Szülők szembefordulnak gyermekeikkel, akik elfogadják a népszerűtlen igazságot. Lázadással vádolják majd azokat, akik lelkiismeretesen szolgálják Istent. A vagyon, amely a végrendelet szerint olyanokat illet, akik hiszik az Isten igazságot, más kezekbe kerül. A gyámok elrabolják majd az árvák és özvegyek jogos járandóságát. Akik nem engednek az ördögnek és a lelkiismeretet kényszerítő törvényeknek, prédának teszik ki magukat. Emberek teszik rá a kezüket olyan birtokokra, amelyekhez semmi joguk. Az apostol szavai igazolódnak a közeljövőben. Mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Július 9. Mint Márdokeus napjaiban. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másonnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra? Eszter 4.14 Mindenek vége közel van. Nyomorúságos idő köszönt Isten népére. Kibocsátanak egy rendeletet, amely az úr megtartóknak, megtiltja, hogy adjanak vagy vegyenek, és büntetéssel, sőt halállal fenyegetik meg őket, ha nem ünneplik meg nyugalomnapként a hét első napját. Az Isten népe ellen kiadandó rendelet hasonló lesz ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen Eszter idején. A császövést sátán sugalta, hogy eltörölje a földről azt a népet, amely megőrizte az igaz Isten ismeretét. De a gonosz tervet meghiúsította a másik hatalom, amely az emberek fiaiért munkálkodik. A protestáns világ ma a szombatünneplők kis csoportjában a kapunál ülő mardokeust látja. Jellemük, viselkedésük és Isten törvénye iránti tiszteletük állandó feddés azok számára, akik elvetették az úr félelmét, s lábbal tiporják szombatját. Valamilyen módon félre kell tenni az útból a kellemetlen betolakodókat. Ugyanaz a mesteri elme, amely az elmúlt korokban hadat viselt a hűségesek ellen, most is el akarja pusztítani azokat, akik félik Istent és engedelmeskednek törvényének. Sátán felháborodás szít majd az alázatos kisebbség ellen, akik lelkiismeretesen visszautasítják a népszerű szokásokat és hagyományokat. Befolyásos és tekintélyes emberek fognak össze, hogy megvetéssel árasszák el Isten népét. Üldözésre kész uralkodók, papok és egyháztagok szövik majd ellenünk a hálót. Szóval, tollal, ígéretekkel, fenyegetéssel és gúnyolódással próbálják majd megsemmisíteni hitüket. Hamis vádakkal gyűlöletkeltő felhívásokkal szítják fel a szenvedélyeket. Mivel a Szentírás nem szól a bibliai szombat megtartói ellen, ezért elnyomó rendszabályokkal pótolják majd ezt a hiányt. A törvényhozók behodolnak a vasárnap törvénybe iktatását követelőknek, hogy népszerűségre és pártfogókra tegyenek szert. Akik Istent félik, nem fogadhatnak el olyan ünnepnapot, amely ellenkezik a tíz parancsolat egyik utasításával. Ezen a csatamezőn zajlik majd az utolsó nagy küzdelem igazság és hamisság között. De nem hagytak minket kétségben a kimenekedés felől. Most is, mint Márdokeus napjaiban, az Úr igazolja majd igazságát és népét. Július 10. VÉRTANUK az utolsó napokban. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. János 16.2. Világunkban mindenkinek választania kell, hogy a két zászló közül melyik alá sorakozik, kinek a vezetését fogadja el két sereg sorakozik fel, és a köztük levő különbség olyan jelentős lesz, hogy sokan meggyőződnek az igazságról, és Isten népe oldalára állnak. Az utolsó összecsapás előtt sokakat bebörtöröznek, sokaknak menekülni kell, és sokan szenvednek mártiromságot Krisztusért, mert kiálltak az igazság védelmében. A rendelettel, amely Isten törvényét megsértve a pápaság által felállított intézményt kényszeríti az emberekre, nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettektől. Ahogyan a tanítványok számára a római hadak közeledése Jeruzsálem közeli pusztulásának a jele volt, úgy szolgál a hitehagyás jelül nekünk. A kegyelem angyala bontogatja szárnyát. Elhagyni készül a földet, hogy soha ne térjen vissza. Ekkor Isten népét nagy megpróbáltatások érik. A proféták ezt Jákob nyomorúsága idejének nevezik. A hűséges üldözöttek kiáltása az égig száll majd. És amint Ábel vére az égre kiáltott, ugyanígy hallja Isten a vértanuk szavát. Urunk, te szent és igaz, Meddig nem tartasz még ítéletet, és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin? Jelenések 6-10. Amikor az ötödik pecsétet megnyitották, János, a Jelenések könyve szerzője, látta az oltár alatt azok csoportját, akiket megöltek Isten ígéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Ezután jutunk el a Jelenések 18. fejezetében leírt jelenetekhez, amikor a hűségeseket és igazakat Isten kihívja a Babilonból. Krisztus visszaadja majd az elvett életet, mert ő az életadó. A halhatatlan élettel szépíti meg az igazakat. Július 11. A rostálás ideje. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24.12. Isten követői elpecsételtetnek a homlokukon. Ez a pecsét vagy jel nem látható, de kifejezi értelmi és lelki megállapodottságukat az igazságban. Nem lehet megingatni őket. Amint Isten népét elpecsételik és felkészültek a rostálásra, a rostálás be is fog következni. Valójában már el is kezdődött. Isten büntetései már elérték a földet, hogy tudhassuk, mi következik. Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy lesz a bizonytalanság és a fejetlenség. Sátán angyal ruhába öltözik, hogyha lehetséges, megtéveszze még a választottakat is. Sok Isten lesz majd, és sok úr. Fújni fog a tanítás mindenféle szele, s ránk akarják erőszakolni a fenevad bélyegét. Akik általában meghajoltak a világ követelményei előtt, és a világi szokásokhoz szabták magukat, azok könnyebben behodolnak majd a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gújnak, sértegetésnek, a börtönnel és halállal való fenyegetésnek. Küzdelem dúl majd Isten és az emberek parancsai között, és ekkor különítik el a gyülekezetekben az aranyat a salaktól akkor világosan meg lehet különböztetni a valódi Isten félelmet a látszattól és a hamisítványtól. Sok ragyogásáért nagyra tartott csillag fog kihunja a sötétben. Polyva felhőket hord majd a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Mindazok, akik magukra öltik ugyan a szent helydíszeit, de nem öltöznek Krisztus igazságos tetteibe, szégyen teljes mezitelenségükben mutatkoznak majd meg. De lesznek emberek, akik elfogadják az Isteni igazságot, és ők veszik majd át azok helyét, akik eltávoztak az igazságtól. Igazi keresztényi elveket valló emberek állnak a helyükre, és megbízható, hűséges szolgái lesznek Istennek, hogy valódi jelentőségben és egyszerűségben képviseljék Isten szavát. Az Úr majd úgy munkálkodik, hogy a hűtlenné váltak, elkülönülnek az igazaktól és hűségesektől. A sorok nem fogyatkoznak meg. A szilárdak és igazak betöltik az űrt, amit azok hagytak maguk mögött, akik elpártoltak és hitehagyók lettek. Július 12. Menj el is segítség a komolyan küzdőknek. Féltő szerelemben, búsulásom tüzében szólok. Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén. 38 19 Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, s oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Tekintetük álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak alá. Gonosz angyalok tolongtak körülöttük, sötétséget árasztva rájuk, hogy eltakarják előlük Jézust, és csak az őket körülvevő sötétséget lássák, s így bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zugolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, ha tekintetüket állandóan fölfelé irányították. Isten angyalai őrködtek népe felett, és ha a gonosz angyalok ártó légköre ránehezedett a meggyötört lelkekre, a mennyei angyalok körül őket szárnyaikkal, hogy elűzzék a sűrű sötétséget. Miközben az imádkozók folytatták komoly könyörgésüket, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy erősítse szívüket és felderítse arcukat. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban. Gondolannak és közömbösnek látszottak. Isten angyalai elhagyták őket, és inkább a komoly imádkozók segítségére siettek. Láttam, hogy Isten angyalai azoknak segítettek, akik minden erejükkel ellenálltak a gonosz angyaloknak, és szüntelenül Istenhez kiáltottak. De a mennykövetei elhagyták azokat, akik nem igyekeztek Istenhez fordulni, és ezeket az embereket nem is láttam többé. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy ezt a hű tanubizonyság laudiciáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Figyelmem most arra a csapatra irányult, melyet oly nagy megrázkodtatás ért. Az őket oltalmazó angyalok száma megkétszereződött, s láttam, hogy tetőtől talpig erős vértezetben voltak. Hallottam, hogy azok, akik páncélban és fegyveresen álltak, nagy erővel hirdették az igazságot eredményesen. Kérdeztem, hogy mi okozta ezt a nagy változást. Egy angyal így felelt. A késői eső, a felődülés az úr színe elől, s a második angyal hangos kiáltása. Július 13. Egység a hangos kiáltás idején. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad, feltámad az úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És a jás hat egytől kettőig. Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, láthatóvá válik sorainkban, ki, hová tartozik. Vannak olyanok, akik ma késznek mutatkoznak magukra ölteni a harci fegyverzetet, de az igazi veszedelem idején nyilvánvalóvá teszik, hogy nem szilárd sziklára építettek, s engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy világosság és kiváltság adatott, de nem hatott rájuk, azok valamilyen ürügygel elpártolnak Krisztus követőitől. Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatnak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittől, és megtévesztő lelkekre, ördögi tanításra hallgatnak. De amikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi bárányok hallani fogják az igaz pásztor hangját. Önfeláldozóan igyekeznek majd megmenteni az elveszetteket. Sokan, akik eltévejettek a nyájtól, visszatérnek, hogy kövessék a jó pásztort. Isten népének tagjai közelednek majd egymáshoz, s egységesen szállnak szembe az ellenséggel. A közös veszedelemre tekintettel megszűnik az elsőbségre törekvés. Nem lesznek viták, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők közül senki sem mondja majd, Pálé, Apollósé vagy Kéfásé vagyok. Mindegyikük bizonyságtétele ez lesz. Krisztushoz ragaszkodom, benne őrvendek, személyes üdvözítőmben. Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá növekszik, nagy hatalom és dicsőség kíséri hirdetését. Isten követőinek arca mennyei világossággal ragyog majd. Az országok néhány vezetőjének, akik Isten eszközői, hatalmában áll majd, hogy gátat vessenek sok-sok gonoszságnak. Így a munka tovább folyhat, míg a harmadik angyal üzenete betölti rendeltetését. A harmadik angyal hangos kiáltásakor az ilyen vezetők előtt lehetőség nyílik befogadni az igazságot. Néhányan megtérnek majd, és kitartanak a szentekkel a nyomorúság idején át. Július 14. Isten mindvégig velünk lesz. És szól, Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem, és a jás 49 től 15-ig. Sátán csodákat tesz majd, hogy megtéveszten. Uralmát mindenek felett valónak tünteti fel. Úgy tűnik, hogy az egyház is elbukik, azonban mégsem esik el. Megmarad, mi alatt a bűnösök Sion falán kirostáltatnak. A polyva elválik a drága gabonától. Ez rettenetes megpróbáltatás, de meg kell történnie. Csak akik győztek a bárány vére és bizonyságtételének beszéde által, találtatnak majd hűnek és igaznak, akiknek nincs a bűn foltja és szenye, és akiknek szájában nincs álnokság. Ők a maradék, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmesség által, erőgyűjtenek a próbákból, s a szentség szépségét nyújtják a mindenütt tapasztalható hitehagyás közepette. Tudom, hogy az úr szereti egyházát, s azt nem szabad feldarabolni vagy független egységekre szakítani. Ez hatalmas következetlenség lenne. A legkisebb bizonyítékunk sincs arra nézve, hogy ilyesminek be kellene következnie. Akik hallgatnak erre a hamis üzenetre, és másokat is igyekeznek befolyásolni, azok olyan megtévesztés áldozatai, mely további csalások befogadására készíti elő őket, és végül a megsemmisülésükhöz vezet. Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk be semmilyen új szervezetbe mert az egyenlő lenne az igazság elhagyásával. Bátorítást és áldást nyertem, amint megértettem, hogy Izrael istene még mindig vezeti népét, és továbbra is velünk lesz, mind végig. Az egyház, amely Isten legdrágább kincse a földön, nem sokára megvívja legnagyobb küzdelmét. A gonoszok szövetségét alulról jövő erő hatja át. Sátán minden lehetséges módon gyalázza a választottakat, akiket nem tudott becsapni és megtéveszteni találmányaival és hamisságaival. De Krisztus, akit az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelt jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, aki képviselőnk és vezetőnk, vajon bezárja szívét, visszavonja kezét, vagy megmásítja ígéreteit? Nem, Soha, soha. Július 15. Az egyház megtisztítása. Ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztugató, és megtisztítja Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Malakiás 3.3 olyan időben élünk, amikor az ős csaló csodatévő hatalma sokkal határozottabban nyilatkozik meg. Csalásainak csábító vonzereje egyre növekszik, hogyha lehet, összezavarja és megcsalja még a választottakat is. A sötétség fejedelme gonosz angyalaival munkálkodik a keresztény világban, és azokat, akik Krisztus nevét vallják, arra készteti, hogy álljanak a sötétség zászlaja alá. A háborút szervez azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. A hitehagyó egyház egyesül majd a földi és pokoli hatalmakkal, hogy a fenevad bélyegét helyezzék az emberek homlokára vagy kezére, és győzedelmeskedjenek Isten gyermekei felett. Ezek a hatalmak azt akarják, hogy Isten követői imádják a fenevadat és képmását. Arra kényszerítik őket, hogy feladják Isten törvénye iránti hűségüket, és a pápaságnak hódoljanak. Akkor eljönnek azok az idők, amelyek megpróbálják az emberek lelkét, mert a hitehagyás szövetsége megköveteli, hogy Isten hűséges alatvalói tagadják meg Jahve törvényét, igéjének igazságát. Akkor az arany elválik a salaktól, és nyilvánvaló lesz, hogy kik a hívők, kik a hűek és igazak, s kik a hűtlenek, a salak és az üres csillogás. Micsoda pojva felhőket szór szerte akkor a szél. Ahol most csak gazdag búzzamezőt látunk, pojva lesz, amit Isten szétrepít. Akinek hite nem Krisztusban összpontosul, nem fog megállni a ma nap megpróbáltatásaiban akik Krisztus igazságába öltöztek, szilárdan kiállnak az igazság mellett. Akik pedig saját igazságukban bíztak, a sötétség fejedelmének sötét zászlaja alatt sorakoznak fel. Akkor láthatóvá válik, hogy Krisztus vagy Beliál mellett döntöttek. Lesznek olyanok, akik nem bíztak önmagukban, és féltek a megbélyegzéstől, a szégyentől, de végül nyíltan kiállnak Krisztus és törvénye mellett. Miközben mások, akik virágzó fáknak látszottak, de nem teremtek gyümölcsöt, a sokassággal tartanak. Gonosságot művelnek, felvéve a hitehagyás bélyegét homlokukra vagy kezükre. Július 16. Sátán megszemélyesíti Krisztust. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. Lukács 21.18 Az Antikrisztus az igazi Krisztusként jelenik majd meg, és ekkor Isten törvényét teljesen hatájon kívül helyezik mindenütt a világon. Az Isten elleni lázadás beérik. E lázadás valódi vezetője, sátán a világosság angyalának öltözik. Megtéveszti az embereket, akik Isten helyett őt magasztalják, istenítik. De a mindenható közbelép, és elhangzik az ítélet a hitehagyó egyházak felett, amelyek egységre léptek sátán felmagasztalására. Ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éjség. Stűzzel égettetik meg, mert erős az Úr az Isten, aki megbünteti őt. Jelenések 18.8. A világosság angyalának álcázva sátán, mint csodatévő jár a földön. Gyönyörű szavakkal, fenkölten szól majd, és jó cselekedeteket hajt végre. Megszemélyesíti Krisztust, de egy ponton jelentős különbség mutatkozik. Sátán elfordítja az embereket Isten törvényétől. Kijelenti majd, hogy a szombatot a hetedikről a hét első napjára változtatták, és mint a hét első napjának ura mutatja be ezt a hamis szombatot, az iránta való hűség próbájaként. Lehetetlen leírni Isten népének tapasztalatait, akik a mennyei dicsőség megnyilvánulása és a múlt üldözéseinek ismétlődése közepette élnek majd. Az Isten trónjáról előtörő fényben fognak járni. Menj és föld között állandó lesz az érintkezés. Sátán, gonosz angyalaival körülvéve, azt állítja majd, hogy ő az Isten, és mindenféle csodákat művel, hogyha lehet, elhitesse a választottakat is. Sátán utánozni fogja Isten népének csodáit is. Isten megpróbált és megvizsgált népe, Mózes második könyve, 31. fejezet, 12-18, jelében talál erőt. Az élő ígére kell alapozniuk. Megvan írva. Az ige az egyedüli alap, amelyen biztonsággal megállhatunk. Július 17. Sátán megszemélyesíti Krisztust. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Második Korintus 11. -14. Istenépe elleni utolsó hadjáratában sátán úgy készíti előcsalásait, hogy az emberek őrá ne is gondolhassanak. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. 2. Korintus 11.14 Sátán hatalma legvégső határáig megy, hogy zaklassa, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki szembe mert szállni Krisztussal és kísérteni, gúnyolni merészelte Urunkat, és akinek volt hatalma arra, hogy felvigye őt a templom ormára és egy igen magas helyre, a mostani nemzedék felett is gyakorolni fogja hatalmát, pedig mi emberek messze alul maradunk bölcsességben Jézushoz képest. Sajnos a legtöbben szinte teljesen tudatlanok Sátán magasrendű intelligenciája és ereje felől. Sátán csodálatos módon foghatni azok testére, akik természetüknél fogva is hajlanak arra, hogy megtegyék, amit kínál. Jézust megszemélyesítve jön majd el Sátán, hatalmas csodákat művelve. Az emberek leborulnak előtte, és imádják őt, mintha Jézus Krisztus lenne. Ránk parancsolnak majd, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőít. Mit tegyünk akkor? Mondjuk meg, hogy Krisztus pontosan ilyen ellenségre figyelmeztetett minket: annak cseltevéseire, aki az ember legnagyobb rossz mégis Istennek mondja magát. Meg kell mondanunk, hogy amikor Jézus Krisztus valójában megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel jön, Tízezerszer-tízezer, tízezer, és ezerszer-ezer angyal kíséretében. És amikor eljön, meg fogjuk ismerni a hangját. Eljön az idő, amikor Sátán a szemünk láttára visz véghez csodát, azt állítva, hogy ő a Krisztus. És ha nem állunk szilárdan Isten igazságán, eltérít majd annak alapzatáról. Sátán eltökélte, hogy mindvégig folytatja a háborút. Úgy jön el, mint a világosság angyala, azt állítva magáról, hogy ő Krisztus. Így akarja megcsalni a világot. Diadala azonban rövid életű lesz. Semmiféle vihar vagy szélvész sem tudja elmozdítani azokat, akik megvetették lábukat az örök igazságon ők meg tudnak állni a szinte általánossá vált hitehagyás közepette. Július 18. Én is megtartalak téged. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, s nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Máté 24, 24. Az ellenség az egész világ megtévesztésére készül csodatévő ereje által. Meg fogja személyesíteni a világosság angyalait és Jézus Krisztust is. Ameddig a hatalma kiterjed, sátán tényleges csodákat is művel majd. A Szentírás kijelenti. E csodákkal, melyeket a fenevad színe előtt volt hatalma művelni, megtévesztette a föld lakóit. Jelenések 13-14. Tehát nem csak színlelésre van hatalma. A csaló szemfényvesztésénél többre figyelmeztet minket a szentírás. De van bizonyos határ, melyen sátán nem léphet túl. Ekkor hívja segítségül a szemfényvesztést, hogy hamisítsa azt, amit nincs hatalma valóban megtenni. Az utolsó napokban úgy jelenik meg, hogy az emberek Krisztusnak gondolják őt. Aki most jött el másodszor a földre. Valóban a világosság angyalának változtatja át magát. Eljön, hogy megszemélyesítse Jézus Krisztust, hatalmas csodákat tegyen, és az emberek Krisztusként imádják. Parancsot kapunk majd arra, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőít. A megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait, jelenések 3.10, közvetlenül előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik nem Isten ígére építik hitüket. A gonoszság minden családságával dolgozik, hogy uralma alá vonja az embereket. Csalásai egyre sokasodnak de célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság istenében biztos oltalomra lelnek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Jelenés 3.10 ígéri a megváltó. Inkább elküldeni minden angyalát a mennyből népe védelmére, mint sem engedné, hogy sátán egyetlen olyan embert is legyőzzön, aki Istenben bízik. Július 19. Pajzsunk sátán hatalma ellen. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. Jelenések 13-13. Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Isten népét, sátán mindent megtesz, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy csaló hatalmával már elérte az egyházak álomba szenderedését. Kellemes álbölcseletekkel, hazug csodákkal tartja őket irányítása alatt. Angyalait ezután arra utasítja, hogy főként azok útjában állítsanak csapdákat, akik Krisztus második eljövetelét várják, és arra törekszenek, hogy Isten minden parancsát megtartsák. Figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó napokban sátán jeleket és hazug csodákat tesz. A próbaidő lejártáig cselekszi ezeket, hogy így bizonyítsa, ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala. Sátán eljön, hogyha lehet, megcsalja még a választottakat is. Azt állítja, hogy ő Krisztus. Nagy egészségügyi missziót színlel, s tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára, hogy bebizonyítsa, ő az Isten. Az ördög hamis csodái ejtik majd fogjul a világot. Sátán tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. Csodákat tesz, és hatalma az egész világon meg fog nyilvánulni. Lesznek, akik abba a kísértésbe esnek, hogy Istentől származónak tartják majd ezeket a csodákat. Betegek gyógyulnak meg a szemünk láttára. Csodák történnek előttünk. Készen állunk-e a próbákra, amikor sátán hazug csodákat cselekszik mindenki előtt? Sokakat csapdába ejt, és fogságba hurcol majd. Ha az emberek eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, ez oda vezet, hogy ezeket a hamis csodákat is elhiszik. Most mindannyiunknak törekednünk kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit. Az ige imádkozó tanulmányozása és gyakorlatba való átültetése lesz a pajzsunk sátán hatalma ellen. És Krisztus vére által győzőkké tesz bennünket. Július 20. Az élő ígére kell alapoznunk. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk-é, -e? És nem a te nevedben üsztünk ki -e ördögöket? És nem cselekedtünk és -e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Máté 7. 23 -ig. Ne engedjük, hogy ezek a jelenségek megtévesztenek. Hamarosan nagyszerűnek látszó események következnek be, melyek mozgatója sátán lesz. Isten ígéje kijelenti, hogy sátán csodákat visz véghez. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen visszavonja róluk sátáni hatalmát, és így mindenki azt gondolja majd, hogy csodálatosan meggyógyultak. Ezek a gyógyulások próbára teszik a hívőket, azokat, akik megtartják Isten parancsolatait azok közül, akik nagy világosságot kaptak, sokan elhagyják majd az igazságot, mert nem váltak egyé Krisztussal. Nagy szorongattatás, sírás és imádkozás között láttam Isten népének tagjait, amint Isten ígéreteire hivatkoztak, miközben a gonoszok körülöttük tolongtak, zaklatva őket. Azzal fenyegették az isteni igazsághoz ragaszkodókat, hogy elpusztítják minnyájukat kinevették gyengeségüket, csúfolódtak kicsin számukon, és mély sebeket ejtő szavakkal gúnyolódtak rajtuk. Azzal vádolták őket, hogy az egész világtól független álláspontot foglalnak el. Elvágták forrásaikat, hogy sem nem vehettek, sem nem adhattak, majd rámutattak nyomorult szegénységükre, kilátástalan állapotukra. A gonoszok nem voltak képesek belátni, hogyan élhet Isten népe a világtól függetlenül. El kell ismerniük a világ szokásait, eljárásait és törvényeit, vagy menjenek ki a világból. Isten népének vádolói kijelentették. Lehetetlen, hogy ez lenne az egyetlen nép a világon, amelyet az Úr pártfugol, mert a látszat igencsak ellene szól. A gonoszok azt állították magukról, hogy náluk van az igazság. Csodák történtek közöttük, és mennyei angyalok beszéltek velük, nagy hatalom, jelek és csodák nyilatkoztak meg. És ez az evilági millenium, melyet olyan régen vártak. Az egész világ megtért, összhangba került a vasárnap És ez a szánalmas kis nép dacol a világ törvényeivel – azt állítva, hogy csak nekik van igazuk a földön. Isten népe nem csodákba veti hitét, hiszen sátán képes minden csoda utánzására. Isten próbára tett népe a Mózes második könyve 31. fejezet 12-től 18. verseiben olvasható jelben találja majd erejét. Az élő ígére kell alapozniuk. Megvan írva. Július 21. Hamis csodáknak lehetünk tanúi. Mindenfelé nagy földindulások lesznek, éjségek és dökhalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. Lukács 21. 11. Amint közeledünk a véghez, a pogányhatalom mind nagyobb pompával, mind díszesebb külsőségek közepette jelenik meg. A megtévesztés ereje óriási lesz. Mindenütt hamis csodáknak lehetünk tanúi. A megváltó proféciájának, mely Jeruzsálem pusztulását jövendőli meg, lesz egy másik teljesedése is. Olyan romlás, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka volt. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely elutasítja Isten kegyelmét, és lábbal tiporja törvényét. Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén természetellenes világosság fény lett a templom és az oltár felett. Hadi szekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent meg a felhőkön. Az elmúlt péntek este, 1906. augusztus 24-én, mielőtt felébredtem, egy igen mély benyomást keltő jelenet bontakozott ki előttem. Úgy tűnt, mintha állomból ébrednék, de nem az otthonomban. Az ablakból rettenetes tűzvészt láttam. Nagy tűzlabdák hullottak a házakra, és ezekből a labdákból tüzes nyilak röpködtek minden irányba nem lehetett megfékezni a pusztító tüzeket. Az emberek rémülete leírhatatlan volt. Nem sokára félelmetes természet fölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a földi uralkodókhoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy sátának segítsenek a menny elleni vívott utolsó csatájában. Az ördögi lelkek közreműködésével sátán uralkodókat és alatvalókat egyaránt elámít. Magukat Krisztusnak mondó emberek jelennek meg, igényt tartva a világ megváltóját megillető címre és imádatra. Csodákat tesznek, gyógyítanak, és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek ellent mondanak a Szentírás bizonyságtételének. Július 22. Isten pecsétje és a fenevad bélyege Köst be a -e bizonyságtételt, és pecsételt be a -e tanítás tanítványaimban. És sajás 8.16. Az élő igazak elnyerik Isten pecsétjét a próbatétel lezárulása elő. Isten jele, azaz pecsétje, a szombat megtartása, amely az Úr által a teremtés emlékére létrehozott intézmény. Azután szólt az Úr Mózesnek mondván, Te szólj az Izrael fiainak mondván, Az én szombataimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem és ti közöttetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Második Mózes 31, 12 13 -ig. Ez a bibliai ige világosan Isten és népe közötti jelnek nevezi a szombatot. A fenevad jele ennek az ellenkezője, a hét első napjának megtartása. Ez a jegy a pápai tekintély felsőbségét elismerő embereket különbözteti meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el. A vasárnap ünneplés ma még nem a fenevad jele, s mindaddig nem is lesz az, amíg meg nem jelenik a rendelet a bálvány tisztelésére. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba. Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igaz keresztények. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága, és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a vasárnap megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása figyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is továbbra is megszegik a törvényt, elnyerik a fenevad bélyegét. Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá tette a negyedik parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten ígében semmi alapja nincs a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis szombathoz ragaszkodsz, visszautasítva, hogy megszenteld a szombatot, amelyet Isten az én szent napomnak nevez, felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történik ez? Amikor behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk vasárnap, és ezen a napon imádjuk Istent. Miközben tudod, hogy egyetlen szó sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanapnál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét. Még egy kevés idő, és Isten elpecsételi minden gyermekét. Ó, bár csak homlokunkra kerülhetne az Úr jele, amikor az angyal kimegy, hogy elpecsételje Isten szolgáit. Július 23. Az elpecsételés és a késői eső. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az Övéit, és álljon el a hamiságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Második Timoteus 2.19. Mielőtt a munka lezárul és befejeződik Isten népének elpecsételése, részesülni fogunk Isten lelkének kitöltetésében. Menyei angyalok lesznek köreinkben. Mennyei atyánk nem kér olyat tőlünk, amit nem tudunk véghez vinni. Az a vágya, hogy népe odaadóan munkálkodjon, s beteljesíthesse rájuk vonatkozó terveit. Imádkoznunk kell erőért, várnunk kell az erőre, és megkapjuk az erőt, hogy érett férfiakká és asszonyokká növekedjünk Krisztus Jézusban. Nem minden gyülekezeti tag gyakorolja a személyes kegyességet, ezért nem értik személyes felelősségüket sem. Nem ismerik fel, hogy kiváltságuk és kötelességük elírni a keresztény tökéletesség magas mércéjét. Vágyakozó szívvel tekintünk-e előre a késői esőre? Bizakodva reménykedünk-e egy jobb napban, amikor az egyház felruháztatik erővel a magasságból, és így alkalmassá válik az Istenért végzendő munkára. A késői eső sohasem üdíti fel és tölti be erővel a tétleneket, a hanyagokat, akik nem használják az erőt, amelyet Isten adott nekik. Igen, nagy szükségünk van tiszta, életadó légkőre, amely táplálja és erősíti a lelkünket. Nagyobb igyekezetre van szükségünk. Ünnepélyes üzenetet bízott ránk Isten, hogy a világnak adjuk. Hirdessük nagyobb lelkesedéssel, olyan hatékonysággal és erővel, amely majd mély begyomást gyakorol az emberekre, s meglátják a mindenhatót, aki velünk munkálkodik, és erőnk forrása. Felhasználunk-e minden erőt, hogy az elveszett bárányokat visszavigyük a nyájhoz? Ezrek és ezrek élnek tudatlanságban, akiket figyelmeztetni lehetne. Imádkozzunk Krisztus erejéért úgy, mint még soha. Imádkozzunk lelkének életéért, hogy betöltekezhessünk azzal a vágyal, hogy megmentsük a pusztulás útján járókat. Emelkedjen fel az ima a mennybe. Isten, légy írgalmas hozzánk, és áldj meg minket. Világoltasd a te orcádat rajtunk, hogy a te útad ismertessé legyen minden nép között. Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket. Világosítsa meg az ő orcáját rajtunk. Zsoltár 67, 1 2 -ig. Július 24. A maradék és az elpecsételés És mondta az úr sátánnak, Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet! Avagy nem tűzből kikapott üszöké ez? Zakariás 3.2 a maradék gyülekezetre nagy megpróbáltatás és gyötrelem vár. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, érzik a sárkány és seregei haragját. Sátán alatvalójának tekinti a világot, és ellenőrzést, hatalmat szerzett a hitehagyó egyházak felett. De van egy kis csapat, amely ellenáll az ő felsőségének. Ha el tudná pusztítani őket a földről, diadala teljes lenne. Amint befolyásolta a pogány nemzeteket, hogy pusztítsák el Izraelt, a közeljövőben ugyanúgy felszítja majd a föld gonosz hatalmait, hogy pusztítsák el Isten népét. Mindenkitől megkívánja majd, hogy tanúsítson engedelmességet az emberi rendelkezések iránt, az isteni törvény megsértésével. Megfenyegetik, elítélik, és törvényen kívül helyezik azokat, akik igazak Isten előtt és kötelességeik iránt. Elárulják őket szülők és testvérek, rokonok és barátok is. Egyetlen reménységük Isten írgalma. Egyetlen védelmük az ima lesz. Ahogy Jósua esedezett az angyal előtt, a maradék gyülekezet is úgy fog esedezni bűnbocsánatért és szabadulásért, megtört szívvel, buzgó hittel, védőügyvédjük Jézus által. Sátán istenei terjeszti vágyait ellenük és kijelenti, hogy bűneikkel eljátszották az isteni védelmet, s joga van elpusztítani őket, mint törvényszegőket. Krisztus követői védkeztek ugyan, de nem adták át magukat a gonosz uralmának. Megbánták bűneiket, és alázattal, bűnbánattal keresték az urat. és az isteni védő esedezett, közben járt az érdekükben. Isten népen megtört szívvel bánkodik a világban tapasztalható utálatosságok miatt. Könnyek között figyelmeztetik a gonoszokat annak veszélyére, ha lábbal tapossák az isteni törvényt, és kimondhatatlan szomorúsággal alázzák meg magukat az Úr előtt saját törvényszegéseik miatt. A gonoszok kicsúfolják bánatukat, gúnyt űznek komoly esedezéseikből, és megmosolyogják gyengeségüket. De Isten népének gyötrelme és megalázkodása félreérthetetlen bizonyítéka annak, hogy visszaszerezték a bűn következtében elvesztett erőt és nemes jellemet. Miközben sátán vádaskodik, a szent angyalok láthatatlanul rájuk helyezik az élő Isten pecsétjét. Július 25. Itt követ a világ. Mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, amelyet Nebukodonozor király állítatott. Dániel 3.7 A történelem megismétli önmagát. A hamis vallást felmagasztalják. A közönséges munkanapot, a hét első napját, amelynek semmiféle szentsége nincs, úgy állítják fel, akár a babiloni szobrot. Megparancsolják minden nemzetnek, népnek és nyelvnek, hogy ezt a hamis napot tiszteljék. Sátán szándéka, hogy semmivé tegye az Isten által alapított ünnepnapot, melyet a Teremtés emlékére adott a világnak. A hamis nyugalomnak megünneplését elrendelő törvény az egész világon érvényes lesz. Ha majd Amerika a Vallásszabadság országa erőszakot követel az emberek lelkiismeretén, s a pápasággal egyesülve arra kényszeríti polgárait, hogy a hamis szombatot tiszteljék, akkor a Föld minden népét ráveszi példája követésére. Más nemzetek az Egyesült Államok példáját követik majd. Bár Amerika jár majd elől, mégis ugyanaz a válság következik el népünkre a világ valamennyi részén. Nemzetek fognak kimozdulni helyükről. Visszavonják a támogatást azoktól, akik az igazság egyedüli mértékét a jellem egyetlen próbakövét tárják az emberek elé. Mindazok, akik nem hajtanak fejet a törvény előtt, amely a bűn embere által intézményesített hamis nyugalomnap magasztalását írja elő, nem csak a pápaság elnyomó hatalmát érzik meg majd, hanem a protestáns világét, a fenevad képéjét is. Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő olyan hitet igényel, amely nem ingadozik. Isten gyermekeinek meg kell mutatniuk, hogy egyedül őt imádják – és semmilyen áron, még az életük árán sem lehet őket rábírni, hogy akár a legkisebb engedményt tegyék a hamis imádat javára. Az örökisten igéjéhez hűséges szív előtt a bűnös, véges emberek parancsai elveszítik jelentőségüket. Az igazságnak engedelmeskednek, legyen bár börtön, számúzetés, vagy halála következménye. Július 26. Az Isten iránti hűség nagy próbája. Így szól az Úr Isten: ímé veszedelem, egyetlen veszedelem, ímé eljött, végjött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött, ezik jel hét öttől hatig. A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, és elrendelik, hogy mindenki, kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga, a hamis nyugalom nap megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek minősül, amelyért halálbüntetés jár. A másik oldalon Isten törvénye szólít engedelmességre, amely elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit. Aki a félreérthetetlen következmények ismeretében emberi törvényeknek enged, lábbal tiporva Isten törvényét, az magára veszi a fenevad bélyegét. Annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazság különösen vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis nyugalomnak megtartása, melyet az államtörvénye megkíván, egyenlő az Isten ellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az igaz szombat megtartása, amint Isten törvénye megszabja, a teremtő iránti hűség bizonyítéka. Az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, míg a másik a mennyiránti hűség jelét választva megkapja Isten pecsétjét. Mindeddig sokan rémhírterjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságainak követőit. Jövendőléseiket, hogy az Egyesült Államokban úrá lesz a vallási türelmetlenség, s egyház és állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit, alaptalannak és képtelenségnek minősítették. Meggyőződéssel mondták, hogy ez az ország soha nem lesz más, mint amilyen eddig volt – a vallásszabadság védelmezője. De amikor a vasárnap ünneplés kötelező kérdése mindenütt vitatárgya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbe vont és el nem hit esemény, s a harmadik angyali üzenet addig soha nem tapasztalható hatást vált ki. Július 27 Hitehagyás és pusztulás A föld megfertőztetett lakosai alatt mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszekték, megtörték az örök szövetséget. És a jás 24 -5. Az Egyesült Államok népe mindeddig előnyöket élvezett, de amikor korlátozzák a vallásszabadságot, elnyomják a protestantizmust és támogatják a pápaságot, bűneik mértéke betelik, s a nemzeti hitehagyást fejezik a mennyei könyvekben. E hitehagyás következménye a nemzet pusztulása lesz. A rendelettel, amely Isten törvényét megsértve a pápaság által alapított intézményt kényszeríti az emberekre, nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettektől. Amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, amikor átnyúl a fenektelen mélység felett, hogy a spiritizmussal fogjon kezet, amikor a e hármas szövetség nyomása alatt országunk eltiporja majd az alkotmány minden elvét, és amikor helyet adnak a pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor megtudhatjuk, hogy elérkezett Sátán csodateviseinek ideje, és elközelgett a vég. A spiritizmus segítségével Sátán az emberiség jótevőjének mutatkozik. Meggyógyítja a betegeket s egy új és dicsőbb vallási rendszert kínál, miközben pusztító munkát végez. Kísértéseivel tömegeket tesz tönkre. A mértéktelenség elveszi az emberek józan eszét. Következménye erkölcstelenség, érzéki bűnök, versengés, vérontás. Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek legádázabb indulatait áldozatait bűnnel és vérrel átitatva sodorja az örök pusztulásba. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni figyelmüket arról a munkáról, amely az embert felkészíti az ítélet napjára, az istenevaló való találkozásra. Sátán latba veti minden képességét, hogy amennyire csak lehetséges, urrá legyen az elemeken, és segítségükkel lelkeket pusztítson el. Amint az emberek egyre távolabbra és távolabbra kerülnek Istentől, sátán engedélyt kap, hogy kiterjessze hatalmát az engedetlenség fiai felett. Pusztítást gerjeszt az emberek között. Zűrzavar uralkodik száraz földön és vizen. Tűz és áradás pusztítja a vagyont és az életet. Sátán mindezzel azokat vádolja, akik nem hajoltak meg a bálvány előtt, amit felállított. Ügynökei Isten hitvalló népére, Isten parancsolatainak megtartóira mutatnak, mint a bajok okozóira. Azt mondják, ezek az emberek ellenszegültek a törvénynek, megszentségtelenítették a vasárnapot. Ha rákényszerítenénk őket, hogy engedelmeskedjenek a vasárnap törvénynek, megszűnnének a rettenetes ítéletek. Július 28. Tudnunk kell, mi az igazság. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Jelenés 12.17 Most ugyan jelentéktelennek tartják népünket, később azonban változás következik be ebben. A keresztény világ olyan lépéseket tesz, amely elkerülhetetlenül előtérbe hozzák az Isten parancsolatait megtartókat. Az egész világ az Isten parancsolatait megtartók ellen fordul, mert nem hodolnak be a pápaságnak, nem tisztelik az antikristusi hatalom intézményét, a vasárnapot. Sátánnak az a szándéka, hogy kiértse őket a földről, s így a világ feletti uralma vitathatatlan lehessen. A népünk által elfogadott igazság minden tantétele a legműveltebb elmék bírálatát is kiállja. E világ legnagyobbja is kapcsolatba kerülnek az igazsággal, tehát minden tételünket szigorú vizsgálat tárgyává kell tennünk az írások alapján. Most még észrevétlenek vagyunk, de ez nem marad mindig így. Elkezdődtek a folyamatok, amelyek a harcvonalba állítanak bennünket, és ha a történetírók vagy a világ nagy emberei megsemmisíthetnék az általunk képviselt igazságot, megtennék. Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy mi az igazság. Fel kell készülnünk, hogy szelítséggel és félelemmel adjunk számot reménységünkről. Nem gőgös, dicsekvő, önelégült módon, hanem Krisztus szellemében. Közeledik az idő, amikor egyénileg egyedül kell számot adnunk hitünkről. Szaporodnak a vallási tévejgések, és sátáni erővel fonják körül az embereket. Nincs a Bibliának talán egyetlen hittétele amelyet ne tagadnának. Minden területen támadás ér bennünket. A legvégsőkig próbára leszünk téve. Mi nem azért akarunk kitartani hitünk mellett, mert atyáinktól örököltük. Az ilyen hit nem állja ki azt a rettenetes próbát, amely előttünk van. Tudnunk kell, miért vagyunk szombatünneplők, mi a valós oka annak, hogy kijöttünk a világból, mint különálló nép. A sötétség erői hatalmas támadást intéznek ellenünk, és mindazok, akik közömbösek és gondatlanok, akik földi kincseikhez vonzódnak, nem törődve azzal, hogy megértik-e Isten eljárásait, ők lesznek az igazi áldozatok. Nincs nagyobb hatalom az igazság ismereténél, amint az Jézusban van. Ezt tesz bennünket örökre rendíthetetlenné, s ezzel egy elkergethet ezret, és kettő tízezret is megfutamíthat. Július 29. Az angyal jelenések könyve 18. fejezetében. Ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Jelenések 18. 1. Jelenések könyve 18. fejezetének jövendőlései nem sokára beteljesednek. A harmadik angyal üzenetének hirdetése során egy másik angyal száll majd alá az égből, akinek nagy hatalma van, és a föld fénylik a dicsőségétől. Az úr lelke olyan kegyesen, bőkezően megáldja odaszentelt emberi eszközeit, hogy férfiak, nők és gyermekek ajka nyílik dicséretre és háladásra, s betöltik a földet Isten felülmúlhatatlan dicsőségével, ahogy a vizek elborítják a tengert. Azok, akik kezdeti bizalmukat mindvégig szilárdan megtartják, igen éberek lesznek abban az időben, amikor a harmadik angyal üzenete nagy erővel hirdettetik. A hangos kiáltás idején az egyház, urána gondviselő támogatásával, az üdvösség ismeretét olyan bőségesen, hatalmasan terjeszti majd, hogy minden városba eljuttatja a világosságot. A föld megtelik az üdvösség ismeretével, Isten lelkének megújító, felüdítő ereje sikerrel koronázza majd meg Isten szolgáinak munkáját, és a korunknak szóló igazság világossága láthatóan felragyog mindenfelé. Ebben az időszakban az események sorozata nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten a helyzet ura. Az igazság tiszta, félreérthetetlen nyelven hirdettetik. Mint népnek elő kell készítenünk az Úr útját a Szentlélek teljhatalmú vezetése alatt. Az evangéliumot a maga tisztaságában kell átadni. Az élő víz folyamnak mélyülnie és szélesednie kell. Mindenfelé, közel és távol embereket hív el Isten a leghétköznapi munkáktól, üzleti vállalkozások mellől, amelyek addig teljesen lefoglalták az elméjüket és tapasztalt férfiak nevelő, példaadó befolyása alá rendeli őket. Amint megtanulnak hatékonyan munkálkodni, hatalommal hirdetik az igazságot. Az isteni gondviselés csodálatos megnyilatkozásai által óriási nehézségek szűnnek meg. Az üzenet, amely oly sokat jelent a föld lakosainak, világosan hallható és érthető lesz. Az emberek megtudják, hogy mi az igazság egyre csak előre halad a munka, amíg az egész föld figyelmeztetésben részesül. És akkor jön el a vég. Július 30. A korai és a késői eső Ti is, Sionnak fiai, örvendezzétek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint. Korai és késői esőt hullatnéktek az első hónapban. Joel 2.23 Isten lelke csodálatosan megnyilatkozik a gyülekezetekben, de ez sem indítja meg azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, és bűnvallomással és bűnbánattal nem nyitották meg szívük ajtaját. Annak az erőnek a megnyilatkozásakor, amely beragyogja a Földet Isten dicsőségével, csak egy dolgot fognak látni, amiről vakságokban azt gondolják, hogy veszélyes – felkelti félelmüket, és ellenállnak neki. Nem az elképzeléseik és várakozásaik szerint munkálkodik az Úr, ezért ellenszegülnek. Miért nem ismerjük mi az Isten lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk el a munkában? Mivel nem válaszolnak Isten figyelmeztetéseire és kérleléseire, hanem konokul mondogatják, gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Sem a tehetség, sem a sok tapasztalat nem teszi az embert a világosság közvetítőjévé, csak ha alárendeli magát Krisztusnak, s ő elhívja, kiválasztja, és felkészíti a Szentlélek adományára. Amikor a férfiak, akik szent dolgokkal foglalkoznak, megalázzák magukat Isten előtt, az Úr helyes ítélőképességű munkásaivá teszi őket olyanokká, akik Isten lelkének kegyelmében gazdagok. Jellemük rossz tulajdonságai, önzőségük, kemény fejűségük megmutatkozik a világ világosságától áradó fényben. Hamar eljövök ellened, és a te gyertyetartodat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Jelenések kettő Ha egész szíveddel keresed az urat, meg fogod találni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a korai esővel ábrázolt kegyelmet. Csak akik a kapott világosság szerint élnek, azok kapnak nagyobb világosságot. Ha nem haladunk előre az igaz keresztény élet gyakorlásában, nem ismerjük fel a Szentlélek megnyilatkozásait a késői esőben. Hulhat a körültünk lévők szívére, de mi nem értjük meg, nem nyerjük el. Július 31. Ideje felébredni. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Róma 13 11 12. -ig. Végéhez közeledik a nagy küzdelem. Minden tengeri és szárazföldi szerencsétlenség azt bizonyítja, hogy a földi történelem vége közel van, a háborúk és a háborúk hírei is nyilvánvalóvá teszik ezt. Van olyan keresztény, akinek nem vers a szíve, amit látja az előttünk feltáruló nagy eseményeket? Jön az Úr! Halljuk a közeledő Isten lépteit? Ne hagyjuk, hogy erejét veszítse számunkra Krisztus közeli eljövetelének tudata. Nem válhatunk gondtalanná és figyelmetlenné. Mindig legyünk tudatában, hogy hamarosan eljön. Senki ne szenderedjék álomba, a valóság iránti érdektelenség és érzéktelenség álmába. Ha elalszunk, nem érzékeljük, mi történik körülöttünk. Sokan vannak, akiket az igazság lángoló világossága ragyog körül, és mégsem érzékelik. Az ellenség elbűvölte ezeket az embereket, és szemfényvesztő hatalmával varázslat alatt tartja őket. Nem készülnek fel a nagy napra, amely nem sokára eljön a végsőkig érzéktelenek az isteni igazság iránt. A fiataloknak, akik ébren vannak, fáradhatatlanul kell munkálkodniuk, hogy felkeltség még alvó társaikat. Ha látják sok fiatal veszélyes helyzetét, imádkozzanak értük, saját életükkel és jellemükkel mutassák be nekik az isteni igazságot, hogy ők is elhiggyék, Krisztus nem sokára eljön. Mély benyomást kellene gyakorolni a ránk, hogy az örök és földi történelmünk között egyre csökken az idő. Minden egyes elmúló nappal egyre kevesebb időnk van arra, hogy a jelen fejlődés munkáját elvégezzük. Sokan alszanak, gondtalan érdektelenségben tékozolják el a drága órákat, mintha nem is az örök határán lennénk. Akik hisznek, legyenek éberek! Fel kell ébrednünk, legyünk szorgalmasak, és imádkozva vigyázzunk, őrködjünk. Kedves fiatalok, meggyújtottátok el lámpásaitokat?